ezzel együtt azért viszik tovább, tehát mindegyik az adventen indítja az egyházi évet, csak nem tudja, hogy miért. Vagy más magyarázatot ad meg, persze, várakozunk. Tehát nagyon lényeges dolog, az ikerpár az ilyen esetben, hogyha ez a ló tulajdonságrendszer túloldala, akkor ez soha nem egymás ellen küzd. Na most ezt meg megint nem értik azok, akiknek az ősei nem hunor-magyar típusúak, hanem Káin-Ábel típusúak. És ennek a Káin-Ábel típusúnak az a lényege, hogy a siker záloga az, hogy a nálam sikeresebbnek ígérkezőt, tehát nálam jobbat idejében ki tudjam írtani. Tehát ennek egyetlen parancsa van, viselkedési parancsa, és majdnap ezt tanítják óvodától menedzserképző végéig, vagy ameddig egyáltalán tanítanak. Ez pedig úgy szól, idejében tudd meg, ki lehet nálad jobb, és ezt azonnal írtsad ki. Jelenleg ezt nevezik a sikerzálogának. És nincs más kritérium, csak a siker. Most ez a káini normatíva. Na most nekünk meg nem ezek az őseink. Tehát bármilyen furcsán hangzik, Káin Ábelből soha nem lehet levezetni hunort és magyart. Ez egy merőben más viselkedési normatíva, és annak a túloldalán nem is az ífeszítő. Tehát nem a nyilas, illetve annak megfelelője keleten a lóban, hanem az a szűznek a túloldala. Tehát ez egy másik tengely. Azt mi haláltengelynek nevezzük, mert ott csak halál árán tud tovább menni a sikeres. De mindig a rosszabb lesz a sikeres. A Káin Ábel példán azt hiszem nem kell sokat magyarázni, Káin a rosszabb, tehát az ő áldozatát utasítja vissza a teremtő, tehát maga a jóisten mutatja meg, melyik a jó, melyik a rossz. Igen ám, de ebből a küzdelem típusból definíció szerint, tehát nem úgy, hogy alkalomról alkalomra, hanem definíció szerint mindig a rosszabb kerül ki győztesen. Tehát ha csak a Káin Ábel típusú marad érvényben a világ működésében, akkor leépül az emberiség. Mert a sikeres életvitel az nem az embernek a kritérium, a kritériumnak a elengedhetetlen feltételt nevezzük, vagy a jellemző feltételt. Tehát ez nem az emberi viselkedés, az állat viselkedik legjobban, sikeres, hát mércét alkalmaz, sikert, mint mércét alkalmaz a vele szemben. Tehát azt jelenti, hogy óhatatlanul állati szintre süllyed az emberiség. Ha én csak ezt a küzdelemtípust tanítom neki, már pedig ma csak ezt tanítják. Tehát nem emberi jövőre készítenik fel bennünket, mint embereket, hanem állati jövőre. Na most ezt meg én kikérem magamnak. Tehát én már a gyermekem nevében, már az unokáim nevében bizony keményen visszautasítom, és egy teljesen más normatívát tanítok nekik, ez a hunor magyar. És fölkészítem őket, hogy nem lesz sikered. Na és? Na és? Hát kitől várnád a sikert? Attól, akin látod, hogy gaz ember? Akin látod, hogy Káinnál. Ő tőle, mert ő adja a sikert. Hát kikérem magamnak. Én attól nem, hogy nem várok, vissza is utasítanám annál. Tehát vigyázat, attól nem kell feltétlenül meghalni, hogy én vállalom, vagy tönkre menni, hogy én vállalom, igenis hunor és magyar utóda vagyok. És nekünk ez a múltunk. A mi viselkedési normatívánk hunorig és magyarig megy vissza. Na most, ha hunor-magyarral küzd, már pedig van ilyen, ahol birkóznak, sőt, hát a mai napig az egyik legnemesebb megnyilvánulás ennek a hunor-magyar kapcsolatnak az a rituális birkózás. Mai napig érvényben van. A szkitautód népeknél. Na most itt mi a tétje a birkózásnak? Mert ugye a másik, a Káin Ábelben egyértelmű mi a tétje. Tehát nekem meg kell ölnöm, aki nálam jobb, azért, hogy én sikeres lehessek. Tehát egyértelmű ki a győztes és ki a vesztes. Na igen ám, de ennek a küzdelemnek, ami hunor és magyar közt folyik, nincs vesztese. Mind a ketten jobbak vagyunk a küzdelem után, mint a küzdelem előtt voltunk. Akkor miért kell küzdeni? Hát nagyon fontos a kérdés, mert nagyon sokan itt buknak el, vagy itt csúsznak el. Hát azért kell küzdeni, hogy az eddig benne szunnyadott érték most megvalósult értékké váljon. És ha én nem szorítom meg keményen, akkor ez befullad ez az érték. Nem fog kibontakozni. Tehát idegen szóval látens érték marad, ahelyett, hogy manifestálódna, tehát manifest értékké válna. Tehát teljesen tiszta a tétje. És nyilvánvaló, hogy itt kemény küzdelemről van szó. Tehát amikor két ilyen birkózó először üdvözli egymást, mert akkor mindig először üdvözöljük egymást, és ez őszinte üdvözlet, akkor abban az van benne, hogy én érted harcolok, te meg értem harcolsz. És a győztes pedig az, aki a másikat kétségtelenül maga fölé tudja emelni.
Ez a tétje. Tehát azt jelenti, hogy én többet tudok belőle kihozni, magasabbra tudom emelni, mint ahogy ő engem emelne. Ez az igazi győzelem. Tehát ez az egyetlen olyan győzelem típus, ami emberhez méltó. A többi az állati szinthez tartozik. Na most ez a hunor-magyar féle kapcsolat. És amikor mi találkozunk ezekkel a testvéreinkkel, akkor itt nem arról van szó, hogy tudom én, lelkizünk, és akkor azzal mindennek vége van. Ez is kell, nagyon kell, mert most a lelkünk ér össze egyelőre, még ez a legfontosabb. Na de utána egy kemény, hogy mondjam, csak próbatétel sorozat van, hogy Mátyám, hát akkor most mit tudsz? Hát mi itt megmutattuk Vukics Ferencnek, és hát ugye a többieknek, Petraskó Tamásnak, tehát ezért voltak itt kiválók, vagy Kelemen Zsoltnak. Ezek egyik kiválók, de másik is, csak elnézést kell kérnem azoktól, akik név szerint most nem sorolok föl, de hát óriások vannak itt. Hát nekik köszönhetően itt azért meg volt próbálvám a vendég. Tehát itt olyan, hát hogy mondjam, mutatványokat kaptak a szó legjobb értelmében, hogy hát itt fölkökötni nekik, hogy ők ezt nem fölülmúlni nehéz lesz, de hogy egyáltalán megközelíteni tudják. Tehát ez azt jelenti, hogy itt nem kímélgetjük a másikat, hanem fölmutatjuk a legjobb értéket. Tessék fölnőni hozzá. Na most, amikor ez a két medence még működött, tehát a Kárpát-medence és a Tárin-medence, pont az volt a lényege. Kirajzik, nem ám mindenkit, nincs népvándorlás, a fiatalsága. Tehát kirajzik, végigmegy az összes rokonon, mindenütt hunor-magyar féle megpróbáltatásban van része, kemény küzdelembe, eljut a másik végletig, és ott megint megnyugszik. Tehát ott a Tárin-medence. Miért? Mert ott megint a legközelebbi rokonok, az ujgurok fogadják. És ott szépen kipiheni magát, összegyűjti az értékeket, értékeli őket, majd elindul visszafelé. Tehát ennek pontosan az a lényege, hogy egy folyamatos oda-vissza áramlás van, ami az önszabályozó rendszere az emberi minőségnek. Tehát magasabb szintre csak így tud jutni, hogy mindig elhagyja, ami már elavult, ami már bebizonyított, hogy hosszú távon nem alkalmas az emberi minőség javítására, és fölveszi útközben azt, ami ott közben kialakult. Hogy veszi föl? Folyamatos küzdelem révén, de testvér küzdelem révén. Miért? Nem kell védeni a hátát. Hát jelenleg az energiáink túlnyomó része arra megy, hogy hátamat védeni kell. Miért? Mert valaki úgy tesz, mintha magyar lenne, és közben pedig beépített, nem tudom, ilyen meg olyan ügynök. Hát most megint tudnék neveket mondani, de természetesen eszem ágában sincs. Ott voltam a kurultáján is. Nyugodtan föl lehetett ismerni. Tehát nekem ma azzal megy el az energiám nagy része, hogy a hátamat védeni kell. Nem a saját érdekemben, hanem hogy még azt a pár mondatot ki tudjam mondani, amit még hát azzal születtem, hogy kimondjam. Na most ez ebben a működő rendszerben, a hunor-magyar rendszerben, erre semmi szükség nincs. Minden érték fölfelé tud hasznosodni. Tehát emelni tudja az emberiséget. Most ebből ki lehet esni. Tehát ezt nem mindenki bírja, mert azért ez egy nagyon kemény megpróbáltatás ám. Hanem ebből le lehet szorulni, és föl lehet szorulni. Ha északra szorulok föl, akkor jutok a mai obiugoroknak a szintjére, vagy a szamoédeknek, vagy hasonló úgynevezett finnugor népeknek a szintjére. Tehát leépül a műveltségem, abból csak néhány hát olyan foglalkozási ág maradhat meg, mert csak annak van ott terepe, amilyen a rénszarvas tenyésztés és a halászat. Hát jelenleg meg az olajkitermelés, de hát ott őket rabszolgaként, legfőjebb rabszolgaként alkalmazzák. Tehát ott már a szókincsre nincs szükség. Tehát amíg a saját szertartásaikat gyakorolhatják, addig a szertartás körében még egy darabig él a nyelv. Utána, amikor betiltják a szertartásaikat, akkor utána ez a nyelvi anyag is összeomlik. És marad az, hogy egy rénszarvasról mondjuk hát százas nagyságrendben tud szavakat mondani. Ezeknek egy része régi szó, csak már más fogalomrendszerben alkalmazza, de egy egész sereg dologról, tehát például kulturális vagy önkormányzati szintű szavakban egyszerűen nincs rá szüksége. Tehát egyszerűen kikopik a nyelvéből. Most ilyenből levezetni, mint ősnyelvből, ebből a lepusztult nyelvállapotból levezetni, nem hiszem, hogy ezt értelmes ember valahogy komolyan gondolta. Tehát ezt csak rossz szándékkal lehet így beállítani.